Azt nem mondanám, hogy én vele élek és minden nap olvasom, vagy olvasnám a verseit, de hogyha a kezembe akad, akkor az izgi tud lenni. Kölyökként azt hiszem, hogy el voltam valami mással foglalva. De azt éreztem, hogy valami hihetetlen nagy csoda van ebben az egészben. Most így talán azért izgalmas, mert hogyha előveszem, vagy a toldira gondolok, akkor lényegét tekintve rögtön a toldin keresztül egy csomó emlékem, ami a gyerekkorban volt, az mind előjön. És ha valamiért fontos a gyerekkor, nekünk színészeknek, vagy színházban dolgozó embereknek az rettenetesen szükséges, mert mi abból táplálkozunk. Tehát minden előadás lényegét tekintve a gyerekkorból rakódik össze. Amikor az ember olvas, akkor ezek a nagyon nagy, hihetetlenül izgalmas csávók, ezek egymásnak adják át az embert. Ahogy olvasott Pilinszkit, akkor mond valamit Aranyról, persze személyessé kell tenni, de hogy valahogy a mának szóljon. Tehát valahogy mostanivá kell tenni az egészet, nem könnyű. Nem találja helyét abban a világban, amiben ő él. Maga Arany gondolom, hogy nem találja. Tehát, hát valahogy én is így vagyok ezzel, hogy nem nagyon találom én a helyemet. Zajlik az élet, meg minden, de az, hogy mondjuk én nem gyűlölöm, mert ő azt mondja, hogy gyűlöl, tehát hogy rettenetes a pillanat. Én nem gyűlölöm a pillanatot, de azért ugyanúgy nem találom az egészet. Talán. Az a legjobb, hogy a titkaik, tehát rengeteg titok van mögöttük, és ezeket nem játsszák ki, hanem csak sejtetik a dolgokat. És ettől nekem ez rettenetesen izgalmas. A mai világban, amikor titoktalanítunk mindent, mindenki mindent mindenkiről tud, közben semmit nem tudunk egymásról. Itt meg azt érzem, hogy minden egyes sor mögött rengeteg titok van. És ezáltal én saját magamat is meg tudom valamilyen szinten találni a sorokban. Az én saját titkaim is jelen vannak.